Dézsi Csaba Győr jelenlegi polgármestere a Facebookon köszöntötte az 56 éves Borkai Zsoltot, a posztban kitért elődje érdemeire is, a tornában szerzett bajnoki címekre és a politikusi pályafutásra. Az utóbbinak ezek a titokban készült felvételek vetettek véget 2019 őszén, az Ördög ügyvédje nevű blogon jelentek meg. A képeken Borkai félreérthetetlen helyzetben látható egy jakt fedélzetén lengén öltözött lányokkal. Nem vagyok rá büszke, és szeretnék elnézést kérni elsősorban a családomtól. Hibáztam és megbántam. Az utazásomat nem közpénzből finanszíroztam, és soha nem éltem illegális szerekkel. A hatóságok tegnap azt közölték Ceglédi Csabával, a DK jogász végzettségű szombathelyi politikusával, hogy szerintük ő az ördög ügyvédje. Azzal gyanúsítják, hogy személyes adatokkal élt vissza, amikor nyilvánosságra hozta a felvételeket, és ezzel érdeksérelmet okozott Borkai Zsoltnak. Büszke lennék rá, hogyha én lennék az ördög ügyvédje. Ebben a mostani helyzetben akár büszkén fel is vállalhatnám. Én nem hiszem, hogy a kormányváltást akarók közül bárki ezért követ vetne rám, de úgy neveltek, hogy idegen tollakkal ne ékeskedjek. Ceglédit eddig csak bűnsegédnek tartották a hatóságok. A gyanúsítás módosítását a nyomozás során beszerzett újabb adatok, így például a nyomozóhatóság által külföldről beszerzett digitális bizonyítékok alapozták meg. Közben Ceglédi Csaba azt állítja, ő még csak nem is tudott a felvételekről azok nyilvánosságra kerülése előtt, mások viszont igen. A hvg.hu rendőrségi tanúvallomásokra alapozva írta meg néhány hónapja, hogy a Fidesz vezetői Orbán Viktor, Kósa Lajos, Kubatov Gábor és Kocsis Máté már fél évvel a botrány kirobbanása előtt tudtak Borkai Zsolt szex videóinak létezéséről. A DK-s politikus azt mondja, nincs ellene bizonyíték. Tegnap, amikor közölték, hogy hogyan módosítják a gyanúsításomat, akkor megkértem a nyomozókat, hogy ugyan már tárják az ezt alátámasztó bizonyítékokat elém, de mondták, hogy az nincs. Közben ma délután az Ördög ügyvédje nevű Facebook oldalon megjelent egy friss bejegyzés, becsmérlően szólítja meg Polt Péter legfőbb ügyészt, és egy bohócfej kíséretében azt közlik vele, hogy nem talált.